most olyan magokat fogok elvetni, amiket rovarűző növényekként is használhatunk. Ilyen például a borsfű vagy borsikafű, de csombornak is nevezik, a bársonyvirág vagy a körömvirág, ezeket már ládába ültetem el. Igaz, hogy a borsikafüvet közvetlen a védendő növények mellé is lehet kiszórni, de az előző éves tapasztalataim alapján, amikor például a babvetés mellé szórtam, ha egy időbe vetem az apró magot a babbal, akkor a gyorsabban növő bab elnyomja eléggé az apró magú kis növényt, és nem tudja úgy kifejteni a rovarűző, levéltetű űző hatását. Ezért most ládába vetem, és amikor a babot elvetem kint a szabadföldbe, akkor már kis palántaként tudom kirakni melléjük, és így versenyképes lesz a babnövénnyel is. A földet már előkészítettem, ez virágföld, de nagyon fűrészporosnak találtam. Javításként 2 éves istálótrágyát, átrostált istálótrágyát kevertem bele, körülbelül olyan 1/4 részben. Ez a mag elég apró, a takaróföldnek csak nagyon vékonynak kell lenni, hogy kibírjon kelni. Óvatosan elszórom, hogy megfelelő növőtér legyen azért a kis növényeknek. Fölösleges túl sokat is vetni, mert nagyon elnyomják magukat. Vékony takaróföldet teszek rá, elegyengetem. Egy lapos fával letömörítem. A mag rendesen felvegye a kapcsolatot a talajjal. Következő lenne a körömvirág. Ez is rovarűző hatású. Ez jóval nagyobb szemű mag. Itt is törekszem arra, hogy lazán szóródjanak szét. Itt már a takaróföld akár 1 centis is lehet, mert ezek a csíra növények át tudják törni a vastagabb talajt is, bár ez a virágföld, ez elég laza. Ezt is letömörítem, ne esse nagyon. Többek között azért is érdemes letömöríteni, hogy locsoláskor ne mossa ki a magot a víz. Ebben a nagyobb ládába a bársonyvirág magot vetem. Azért tettem rá 2 címkét, mert az egyik mag az saját gyűjtésű, törpe kis büdöske bársonyvirágmag. A másikat kereskedelemben vettem, ez is törpe, de azért nagyobb méretű. Először vetek a saját gyűjtésűből is, remélhetőleg csíraképes lesz. Elég későn szedtem le már az első fagyoknál. Remélem, hogy nem tett benne kárt. Itt se vetem túl sűrűre. Ez is azért több évig csíraképes. Elválasztom. És a kereskedelemben vásárolt magból is vetek a másik oldalára a ládának. Ebből elég sok palántát szoktam használni. Virágágyakba is, temetőbe is, és a haszon növények közé is. Takaróföldet erre is körülbelül 1/2 centi vastagságban teszek csak. Előtte jó átrostáltam, hogy ne legyen nagyobb szemcse benne, ami zavarná magoknak a kikelését. Ezt is letömörítem egy kicsit. Ez se nagyon, csak hogy a locsoláskor ne mossa ki a talajból a magot. Az apró magot, a borsika füvet ilyen permetező locsolóval locsolom meg, a nagyobb magokat pedig kisöntöző kannával. Kamillás
vizet fogok használni. Nem túl erős oldattal, de a kamilla is bizonyos fokig fertőtlenít. Bár ezek a magok meg a kis csíracsemeték nem nagyon érzékenyek a gombakárosításra, de azért érdemes óvatosnak lenni.